Sziasztok! Arra gondoltam, hogy elkezdek készíteni megint egy blogsorozatot. Nagyon klassz volt, amikor Ecuadorban voltam, és készítettem nektek ezeket a különböző videókat. És arra gondoltam, hogy mi van akkor, ha nem csak akkor készítetek videókat, amikor úton vagyok, és amikor szépen ki vagyok sminkelve, vagy amikor nagyon jól vagyok, hanem úgy összességében megosztanám veletek azokat a dolgokat, amik éppen történik az életemben. Egyfelől azért, hogy megoszthassam veletek, hogy milyen módon választok, mert rengeteg lehetőség jön az életünkbe, de nem mindig könnyű az, hogy mi alapján válasszunk, és szerintem ezek nagyon fontos lépések ahhoz, hogy az életünket meg tudjuk változtatni. Az, hogy mi az, amit választunk, meg hogy mi alapján választunk. És hát nekem az életem nem egy nagy fairy tale, szóval azért ebben van mindenféle izgalom, izgatottság. Én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy nagy dolgokat választok, aztán utána meg izgulok, hogy ez mégis hogyan gondoltam. Jelenleg is egy ilyen helyzetben vagyok. A következő egy hónapban nagyon sokat, bocsánat, fogok utazni. Megyek Londonba, megyek Barcelonába Perlával, az unokahúgommal kettesben, és utána fogok még egyet utazni, az szupertitkos. Majd megtudjátok, hogy miért szupertitkos. Aztán utána megyek egy teljes hónapra Olaszországba, mert ott lesz a flótáborom, ami már teljesen megtelt. Kitettük, és aznap megtelt. Szóval a tábor megtelt, és ezen kívül pedig holnap lesz a bárszanfolyamom. Ugye két havonta Budapesten van egy általában viszonylag nagyobb bárszanfolyamom. Ma pedig a Siska Krisztával megyek shoppingolni, aki a személy stylistom, és már nagyon izgulok, mert már nagyon régen találkoztunk, a ruháim elég gázak, én pedig 5 kilóval több vagyok, mint tavaly, úgyhogy izgalmas lesz ez a mai nap. Szóval tartsatok velem a következő részekben. Ilyen szép lett a sminkem. A Petra készítette. Szia, Petra! Úristen, nem látszol. Gyere, közeled! Még. Most látszol. Szóval megyünk bárstan folyamozni, onnan meg majd jelentkezem, hogy milyen volt. Szóval vasárnap reggel van, tegnap este lett vége az Access Bars tanfolyamomnak, ami talán az eddigi legizgalmasabb tanfolyam olyan szempontból, hogy végre azt hiszem, hogy eljutottam arra a pontra, hogy nem fáradok el a tanfolyam végére. Ez nagyban köszönhető egyébként a csapatomnak, körülbelül 10 dolgozunk azon minden tanfolyamon, hogy ez a tanfolyam klasszul működjön. A legnagyobb hozzájárulónk az Rita és Anita továbbra is, de rajtuk kívül most már van egy klassz kis csapatunk, egy ilyen kis building team, akivel építjük ezeket a tanfolyamokat. Gondoltam, hogy becsekkolok, mert is kicsit meslek arról, hogy milyen volt a hetem, hogy vagyok, szóval a hét eleje viszonylag nehezen indult. Eléggé pocsékul éreztem magam a testemben, meg úgy összességében a valóságommal is nagyon sokszor megjelent bennem az a gondolat, hogy úristen, nem lesz elég pénzem, túl sok a kiadásom, honnan fogok tudni ennyi pénzt teremteni, teljesen őrült vagyok, hogy mennyi mindent választottam mostanában, és mi lesz velem, hogyha mi lesz velem, meg mi lesz velünk, hogyha nem lesz annyi bevételünk, és izgalmas volt felfedezni azt, hogy tulajdonképpen annak a tudatában lenni, hogy mennyi a kiadásom, az nem egy negatívum, és mi van, ha ez nem egy félelem. Nagyon sokszor a félelmet összekeverjük az izgatottsággal, szóval amikor feltettem ezt a kérdést, hogy valójában mi van itt, most félek, vagy izgatott vagyok, akkor az jött, hogy valójában izgatott vagyok, amiatt, hogy mi az a jövő, amit ezekkel a választásokkal teremteni fogunk. Szóval ez valamelyest kikulcsolódott, aztán a testemmel is elkezdtem egy kicsit jobb viszonyt ápolni. Nekem nagyon-nagyon éber a testem, és nagyon érzékeny, szóval mindenkinek a mindenét összeszedem, és van, hogyha olyan környezetben töltöm az időmet, ahol nagyon sok negatívum van, akkor az nagyon erősen hatással van a testemre, és sokszor egy ilyen helyzet után akár 3-4 napra is szükségem van. Nekem nagyon sokat segít, hogyha ilyenkor tartok egy olyan napot, amikor csak vizet iszom, az egy kicsit így reseteli a testemet, és akkor ez klasszul szokott működni, úgyhogy pénteken egész nap nem ettem semmit, egészen szombaton a bárstan folyam, körülbelül a 1/4-ig.
és akkor utána bent a bárszanfolyamon ettem egy pici magyarót, aztán a csajok hoztak nekem ebédet. Nagyon klassz volt ez a bárszanfolyam, béreltem most egy szobát magamnak, ahova ebédszünetbe föl tudtam menni egy kicsit pihenni, amire az én kis kedvencem, aki mindig segít nekünk a bárszanfolyamokon, ő 13 éves volt, amikor csatlakozott hozzánk az online programokba, és mindenütt, és most már 14, és minden bárszanfolyamon otthon velem segít nekünk, és akkor tőle kaptam egy klassz kis bárszközést, úgyhogy wow, az nagyon klassz volt, az sokkal jobban éreztem magam, és egy csodás volt ez a tanfolyam, nagyon kedvesek voltak a résztvevők, és nagyon ügyes voltam, mert hát ha ismertek voltatok nálam bármilyen programon, akkor tudjátok, hogy én sosem hagyom abba. De tegnap nagyon klasszul, 17:30-kor végeztünk este, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra. Szóval nagyjából ezek történtek velem ezen a héten. Elég sok változás zajlik. Holnap kezdődik az új hét, és jövő hétre viszonylag sok dolgom van. Fogok találkozni a családommal, elmegyünk bowlingozni Székesfehérvárra, pénteken az édesanyámékkal, hétfőn pedig találkozom a csapatommal, mert egy egész napos megbeszélésünk lesz. Biztosan emlékeztek rá, hogy meséltem arról, hogy indítunk egy akkreditált akadémiát itt Magyarországon, ahol rengeteg klassz tudatossággal kapcsolatos eszközt fogunk tanítani, de ezekről most nem beszéltek bővebben, amint meg lesz az összes információnk, és amint abban a stádiumban jut ez a projekt, hogy már lehet róla beszélni, akkor mindenképpen meg szeretném osztani veletek. Nagyon szeretném, hogy ez egy ilyen magyar brand legyen, és hogy büszkén vihessük a világban mindenhová. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akiket találtam magam körül, maximálisan passzolni fognak ehhez a projekthez, és nagyon-nagyon izgatott vagyok miatta. Úgy mindig éreztem egész életemben, hogy van valami több, valami más, van még itt valami a számomra. Valójában ez az ekvádori út volt az, ami így nagyon sok információt meg nagyon sok változást hozott az életembe. Úgyhogy most nagy izgalommal tekintek a következő időszakra, szerintem nagyon más lesz minden. Tartsatok majd velem, mert most itt a húsvéti hétvégén sok izgalom nem vár ránk, de az a tervem, hogy napról napra így megosztom veletek azt, hogy mi történt velem a héten, mesélek arról, hogy hogyan érzem magam, mi mentem keresztül, csak azért, hogy inspiráljak benneteket és megmutassam, hogy ahhoz, hogy valaki tudatos legyen, nem kell tökéletesnek lenni. Nekem egy ilyen nagyon fontos nézőpontom, meg hozzáállásom a dolgokhoz, hogy nem kell úthává válni, meg nem kell szerintem megvilágosodni. Én legalábbis ebben az életemben biztosan nem ezért jöttem ide a bolygóra, hanem azért, hogy élvezzem az életet, jól érezzem magam, és just let's have fun! Szóval ez a vlog sorozat angolul is el fog készülni, hogyha érdekel benneteket, úgyhogy ez mindig két részletben lesz feltöltve. Az a tervem, hogy hetente körülbelül egy epizódot fogunk felrakni a YouTube-ra, amit megosztunk majd a Boldog Közösség Facebook csoportomban, a Brilliáns Tagság csoportban, és a Facebook, tehát a Boldog Közösség Facebook és Telegram csoportban. Hogyha esetleg nem vagytok benne, ez alatt a videó alatt meg fogjuk veletek osztani a Brilliáns linket, és ott tudtok csatlakozni a tagsághoz, illetve ami érdemes szerintem ebben a hónapban a témánk a siker, és wow, olyan helyekre megyünk, amiről nem is gondoltam, álmodtam volna, és bennem is rengeteg mindent felhoz ez a téma. Úgyhogy vár ránk két klassz workshop is, illetve két hívás, illetve minden napra hanganyagok és egy csomó ajándék, úgyhogy ha van kedvetek, csatlakozzatok, de ezen túl van egy ingyenes csoportom, amiből két helyszínen zajlik az élet, ez a Boldog Közösség a Facebookon és a Telegramon. A Telegram az egy ingyenes applikáció, és olyan, mint a WhatsApp vagy a Viber, és csak sokkal biztonságosabb, és ott van egy csoportunk, hogyha szeretnétek csatlakozni, ennek a linkjét is itt a YouTube-on a videó alatt megtaláljátok. Ha pedig ezekben a csoportokban nézitek ezt a videót, akkor gratulálok nektek, hogy már itt vagytok. Szóval ezeknek a videóknak az lenne a lényege, hogy no make-up, és ez minden értelemben, szóval semmi smink, kivéve ha tanfolyamot tartok, és semmi púder az életemben meg a dolgokon. Szeretném nektek megmutatni azt, hogy sebezhetőséggel, hogy így mi zajlik az életemben, hogyan telnek a napjaim, heteim, milyen választásaim vannak, hogyan építjük az üzletet, hogyan építem az életemet, mi zajlik a magánéletemben, egy kicsit így betekintést mutatni a kulisszák mögé, megmutatni az unokahúgaimat. Perlával megyünk Barcelonába, illetve április közepén megyek Londonba a Dr. Dane Hirnek a Being You, Changing the World, Légy önmagad, változtass meg a világot tanfolyamára, úgyhogy mindenfélét fogok veletek megosztani. Utazás, csomagolás, hogy mind szoktam magam felcseszni, mindent is.
Szóval köszi, hogyha itt vagytok velem, meg nagyon köszi, hogy velem tartotok. Ha tetszenek ezek a tartalmak, akkor léci, hívjatok meg másokat is ezekre a platformokra. Szép napot, és találkozunk a következő epizódban.